Üdvözlök mindenkit, én Szolyvik, ezt mind láthatjátok a League of Legends nevezetű játéknak egy bevezető videója. Nos, tavaly ugye én készítettem egy sorozatot, ami arról szólt, hogy a szezon 6-os besoroló meccseket mind lejátszottam, ugye rangsorolt meccseket mind lejátszottam. Ugye ezt mind fel is vettem, és a végén pedig hát sikerült, ha jól emlékszem, akkor való Silver 2, Silver 2 vagy 3-ba besorolnom magamat annó 16 januárja környékén. Na de, eljött akkor az idő, most van 2016-nak a december hónapja, és akkor be is jött a szezonváltás, úgyhogy most jön a szezon 7, a League of Legends-nek a történet, legalábbis a rangsorolt résznek a történetében. Láthatjátok is, hogy minden lenullázódott, mind az egyéni, illetve mind a rugalmas is. Ez amúgy egy újítás, hiszen a szezon 7-esnek a zérkesztével bejött a rugalmas 3v3, illetve a rugalmas 5v5. Majd meglátjuk, hogy abból is csinálok egy ilyen sorozatot, de az biztos, hogy az egyéni, illetve hát egyéni páros, viszont egyénileg megyek, abból csinálom a sorozatot. Legalábbis 10 rész lesz, ugye 10 besoroló meccs van, mind a 10 besoroló meccset felveszem, kommentálom, elejétől végig látni fogjátok, hogy mi merre hány méter. Na! Elsősorban arra gondoltam, hogy az idei szezonban kicsit erőltetni fogom, sőt inkább jobban erőltetni fogom a támogatói szerepet, vagy support szerepet, kinek meg kifejezés, ugye? Kinek meg kifejezés tetszik ugye legjobban, illetve hogy melyiket szoktam meg. Szóval ezek a supportok vannak, inkább beállítom úgy, hogy mik azok, amik megvannak. Szóval ők vannak meg nekem, ezek a supportok. Láthatjátok is, hogy melyikkel éppen milyen rangban vagyok. Úgyhogy őket fogom erőteljesen előtérbe helyezni. Nem azt mondom, hogy mind a 10 besoroló meccset támogató szerepbe fogom lenyomni, de hát hogyha mind a 10 besoroló meccset támogató szerepbe nyomom le, hát akkor ez így alakult. De biztos, hogy a 60-70%-át, tehát 10 meccsből 6-7 meccset mindenképpen support szerepbe szeretném lenyomni. Tehát a támogatókat fogom alkalmazni, illetve egy-két mágikus hőst fogok még bevinni support szerepbe, az majd hát azt majd meglátom, hogy kit viszek, meg ugye tankokat is fogok vinni. Tankok közül például itt vannak ők. Meglátjuk majd, hogy melyik fog beválni. Ugye itt van például Leona, őt erőteljesen szokták alkalmazni, mint support, meg ugye Blitzcrankot is, meg Alistart is. Meg ott van például Nautilus is, meg ugye az összes többi is. Meg ugye itt vannak a mágusok is, hát ugye ezek közül lehet például válogatni, ott van például Morgana, ott van a Lux, ott van a Zeni, tehát ezeket is mind lehetne vinni, vagy Karma például, de több mint valószínű, hogy őket fogom előtérbe helyezni. Na, rúnákról kicsit gyorsan beszéljünk, van itt nekem mindenféle rúnám, na először is keressük meg a, igen, ez az általános support rúna, tehát ezt fogom gyakorlatilag mindenhol használni. Lényeg a lényeg, hogy varázsellenállás a 18. szinten plusz 27 lesz, arany per 10, az azt hiszem úgy van, hogy 10 szekenként kapok 3 aranyat pluszba, meg ugye 17-es a páncél. Szóval a lényeg, hogy kékben vannak ezek a 0-16-os varázsellenállásos dolog, ebből ugye 9 van bent, ugye a páncél plusz 1, ebből is ugye mind a 9-ben van. A pirosban és a 0,91-es páncél van bent, ugye felszorozva 9-el, és ugye a nagy Queen eszenciá, hát ugye az eszenciában van berakva ugye a plusz 1 arany 10 másodpercenként, ugye ez meg van szorozva 3-mal, szóval gyakorlatilag a rúnákból ezt fogom használni, és kész. Tehát support rúnából egy van, de az szinte mindig. Na, a mesterségeknél van az, hogy én ott ketté választottam, van a tank, meg van a... nem a kél, hol van? Az AP support... itt van az AP support. Na, akkor hánydik volt az AP? 8. Jó. Tehát a tankiról annyit kell tudni, hogy erőteljesen arra építettem ki, hát, hogy tankoljon. Tehát, hogy sok HP legyen, sok magic resist, sok armor, és a lényeg, ugye itt a végén van, hogy sebzés csökkenések vannak, meg hogy az ellenséges hőstől származó sebzésnek 6%-át én szenvedem el a közelben lévő hőstől. Tehát, hogyha az AD Carry-met például ölik, akkor annak a 6%-át én kapom meg. Szóval értitek, ja. Szóval a lényeg, hogy körülbelül ennyi a tanki része.
Az AP support pedig igazából arra van kihegyezve, hogy a hílelés és a pajzsos képességeik, tehát olyan karaktereket fogok erre vinni, akik tudnak hílelni, vagy valamilyen szinten pajzsot adni másoknak. Tehát Sona Morgana, Lulu, Nami, Soraka, szóval azokra van ez mind így kiépítve. Ez a történeteske. És gyakorlatilag, ha úgy nézzük, akkor ennyi, ez a kis bevezető. Úgyhogy bele is vágunk szépen a játékba. Aztán megnézzük. Előző szezonban, ja igen, ezt elfelejtettem mondani, előző szezon, tehát a szezon végén, tehát amikor besoruló volt, akkor Silver 3-ba kerültem, és szezon végén Gold 4-be végeztem. Ami igazából eléggé problémás, mert én úgy szerettem volna, hogy Gold 2-1, tehát Goldnak a tetején akartam végezni, viszont jött a nyári szezon, aztán úgy, ahogy van, leestem, mint az állat. Úgyhogy nem igazán tudtam magamat fölverekedni, úgyhogy megragadtam úgy Gold 5, Gold 4 környékén. És az ősz se segített. De hát most már meglátjuk, hogy mi merre hány méter, úgyhogy bele is vágunk ebbe a történetbe. Aztán meglátjuk, hogy mi fog történni, mi fog bele kisülni. Én várom, megpróbálok beleadni mindent, apait, anyait, és széttámogatni mindenkit, akit csak lehet.